Egyszerre több mint 10 000 résztvevőnek szerveztek alapvető életmentő ismereteket átadó tanfolyamot a hétvégén a Fővárosi Nemzeti Stadionban, az akcióval a Román Mentőszolgálat megalapításának 110. évfordulóját ünnepelték. Világrekord kísérletnek szánták a gigantikus tanfolyamot, amelyen 10 175 személy vett részt. A kísérlet végül meghiúsult, mert a Németország által tartott rekord megdöntésére 10 900 személy részvételére lett volna szükség. Azonban a nyeresség így is vitathatatlan, több mint 10 000-rel nőtt annak az esélye, hogy valaki életet mentsen szükség esetén. Az eseményen oktatóként a megyei mentőszolgálatosok vettek részt, Hargita megyéből például 10 tanították az elsősegélynyújtást. Egy alapújraélesztésről van szó tulajdonképpen, nem eszközes újraélesztésről, egy olyan alapújraélesztés, amit minden laikusnak kellene tudni csinálni, és ami valószínű, hogy nem sokára be fogják vezetni az iskolákba, és ez ilyen kötelező óra lesz az alapújraélesztés, mert hogy bizony nagyon sokszor életet lehet vele menteni, lévő, hogy nem nehéz megcsinálni, nem is lehet rosszul csinálni. Hozzátette, csak akkor csinálja valaki rosszul, ha egyáltalán nem próbálkozik vele. Azt is elmondta, az alapújraélesztés tulajdonképpen a két vitális funkció, a lélegzés és a keringés biztosítása mesterséges lélegeztetéssel, illetve mellkasi kompresszióval. Az oktatás és a rekordkísérlet mellett az eseményen azt is ünnepelték, hogy az országban elsőként 110 éve, 1906. június 28-án alakult mentőszolgálat Bukarestben.